Franciaországban, a pezsgő hazájában, egy nemzetközi megmérettetésen ez a pezsgő, a Hungária Extra Dry Rosé pezsgő a top 10-ben végzett közel 500 tétel közül egyedüli magyarként jutott be a top 10-be, illetve még egy külföldi tétel, egy olasz pezsgő fért még oda be, az összes többi francia volt. De ha a franciák szerint ilyen jó, akkor nekem is meg kell kóstolnom. Mit tudják azt a franciák majd? Én megmondom, hogy jó-e ez a pezsgő. Be kellett szereznem egyet, most be van hűtve jó hőfokra, úgyhogy pezsgő tesztelés. Palancsa Laci vagyok, borvlogger. Ez pedig a Dugóhúzó. Természetesen hétről hétre boros témákkal, folyamatosan, megállás nélkül 2021-ben is. Minden héten pénteken 18 órakor jönnek az új anyagok, ahogy most is, és természetesen, ha még nem iratkoztál fel, de van kedved, akkor megteheted, akár itt a linken a videó alatt, vagy a szokásos módokon, és van egy boros közösségünk a Facebookon is, ez a Borok Sztorik Emberek csoport, ott is nagy szeretettel, nyitott szívvel és jó tartalmakkal várunk mindenkit. Na, nézzük, hogy teljesít a pohárban ez a kiválónak mondott pezsgő. Egyébként próbáltam is a rozépesgőhöz illő felsőt varázsolni magamra, az az igazság, hogy nem nagyon szoktam ilyen színekben pompázni, és a kislányom felvilágosított, hogy ez nem is rózsaszínű, hanem levendula lila, vagy édesanyám biztos azt mondaná rá, hogy fáradt lila, de talán azért illik a pezsgőhöz. A Hungária márka már 1955 óta létezik, a Törlei csoportba tartozik, és bizony 55 óta, vagyis már több mint 65 éve élvezhetjük a Hungária pezsgők nyújtotta kényeztetést, és hát kialakult egy nagyon jó kis brand, és elmondhatjuk a Hungária pezsgőről, hogy azért az évtizedek folyamán fokozatosan és folyamatosan nőtt a színvonala, nyilván, ahogy a tapasztalatok nőtek, és nyilván, ahogy az eszközpark, az egész mögötti szakember háttér, szóval minden fejlődött, tanultak természetesen a magyar pezsgőmesterek is, például a franciáktól, meg másoktól is szerintem, és hát ahogy tanulták a folyamatot, fejlesztették, kísérleteztek évről évre, szüretről szüretre, úgy lettek egyre szebbek és jobbak a Hungária pezsgők is, és ennek most már tényleg azért így mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is egyre több elismerése van, vagyis hát magát a márkát egyre magasabb polcra rakják nemzetközi szinten is. Azért nem kell félniük még a franciáknak, hogy mondjuk mi letaszítanánk őket a pezsgő trónjáról, ilyen veszély nem fenyeget, de az, hogy egy ilyen pezsgő be tud kerülni egy Burgundiában megrendezett pezsgőversenyen a legjobb 10 közé, az azért nem semmi. És ráadásul azt is el lehet mondani, hogy ez a pezsgő, ugye nem évjáratos pezsgőről beszélünk, de minden évben versenyeztetik, szóval ez a pezsgő nem csak 2020-ban, hanem 2019-ben is bekerült a legjobb pezsgők közé, ugyanazon a versenyen, úgyhogy ismétlő, tehát ilyen szempontból ez egy folyamatos jó színvonalat jelent. Néhány fontos adat, nem annyira szeretek a számok világába belemenni, de azért azt tudni kell, hogy ugye extra dry pezsgőről beszélünk, és itt el kell oszlatni a tévhiteket, az extra dry, bár így a kifejezés ugye arra utal, hogy extrán száraz, de ez egyébként a negyedik fokozat, ennél három szárazabb pezsgő típus is létezik, ugye a Brut Nature, az Extra Brut, a Brut, és utána jön az Extra Dry, és attól függően, hogy melyik kategóriában vannak a pezsgők, ugye 0-tól 3, 0-tól 6, vagy 0-tól 12 gram per liter cukor lehet az első három kategóriában, és ebben pedig 12 és 17 gram per liter közti cukormennyiség van. Egészen pontosan, hogyha jól olvastam, akkor 14 gram per litert kell, hogy találjunk ebben a gyümölcsösnek mondott jó kis rozé pezsgőben. De nem is szaporítom tovább túlságosan sokáig a szót, sokáig a sót. Na, csak kijött. Hanem a kapszulát leszettük, 1, 2, 3, 4, 5 és fél. Drága megboldogult Sánta tanár úr tanította, hogy ezt mindig 5,5-szer kell, mármint a drótkosárnak ezt a csavaros részét körbecsavarni ahhoz, hogy el tudjuk távolítani kényelmesen. És ugye ilyenkor jön az, hogy ezt már leszettem, és akkor nem a dugót kezdjük el forgatni, hanem ugye hosszabb az erőkar, ha a bal kezemmel a pezsgős üveget kezdem el egy kicsit finoman játszva forgatni, ugye ha valaki nem szeretné, hogy a függöny meg a plafon meg minden csupa pezsgő legyen, mert nem vagyunk Forma 1-es versenyzők, akkor ilyen finoman is hopp,
csak így simán ki tudjuk játszani. És már is nyitva van a pezsgőnk, ráadásul nem veszik el belőle semennyi, mert nem fog ömleni. Ugye itt van a hungáriás dugó a kezemben, és hát kerüljön a pohárba a pezsgő, ami nagyon szépen teljesített. Meglátjuk, hogy mit szól hozzá a Laci. A színe az egy nagyon szép ilyen élénk szín, de nem annyira mély, tehát nem annyira sötét tónusban játszik ez a pezsgő, hanem inkább egy kicsit világos tónusúnak mondanám. Mondjuk egy picit talán a kapszulára is hasonlít, de egy kicsit inkább ilyen narancsba hajlóbbnak látom én most. Persze az is lehet, hogy a narancs függöny miatt. Kicsit arrébb húzzuk, megnézzük, hogy mi történik akkor. Igen, így már azért egy kicsit rózsaszínebb a színe. Ezek zavaró tényezők tudnak lenni, hogy majd legközelebb próbálok jobban odafigyelni a megfelelő körülményekre. De a lényeg az, hogy ne hagyjuk magunkat megvezetni. Néha más árnyalatokat látunk, mint valójában. A legjobb természetesen fehér felület fölött vizsgálni egy italnak a színét és természetes fényben. Nagyon nem szoktuk a pezsgőt ugye pörgetni a pohárba, hogy ne menjen ki belőle a szénsav, hanem csak itt simán beleszagolunk. Hát, amit elvárunk egy jó kis rozé pezsgőtől, az minden benne van ebben a pezsgőben, legalábbis ebben az illatban, úgyhogy gondolom, hogy nem véletlen, hogy ilyen szépen szerepelt. Én elsősorban málnát, epret, ribizlit érzek, piros, bogyós gyümölcsök tömkeleke, és abszolút a gyümölcsösséget lehet kiérezni az illatból. Nagyon azt a briósos, tésztás, kicsit kovászos, pezsgős illatot nem érzem. Attól függetlenül, hogy valószínűleg azért jó ideig volt seprőn ez is, de lehet, hogy az ízében ez visszatér. Na, kóstoljuk meg! Hát tényleg gyümölcsös. Tényleg nagyon jó. Tényleg nagyon kellemes. Úgyhogy a franciák azért így, a zsűri tagok azok, vagyis hát a bíráló bizottsági tagok igencsak jól ismerik a pezsgőket, és nyilván nem véletlenül jutott be a legjobb 10-be. Kifejezetten kellemes a gyöngyözése, nagyon kis, lágy, nem durva, nem erőteljes, nem nyomulós, de azért úgy mégis van benne bőven pezsgés élet. Nagyon gyümölcsös, a savszerkezete is rendben van egyébként, kicsit puskázok. 4,4 g per liter savval lehet számolni ebben a pezsgőben, legalábbis a honlap szerint. Ha belekortyolunk, akkor ez tényleg egy olyan érzést hoz az embernek, hogy mintha itt lenne a nyár. Teljesen mindegy, milyen idő van kín, és teljesen mindegy, mikor isszuk. Ez egy kicsi nyarat lop az embernek a szívébe. Jaj, de ez már költészet. Van benne azért egy kis krémesség, tehát én érzem a pezsgőnek azt a jellegzetes krémességét, és az ember, hogyha egy picit tartja a szájában, akkor ezt, erre mindenképpen érdemes odafigyelni, ezt fogja érezni. Amikor a első érzésre ugye leginkább a szénsavat érezzük, és amikor a szénsavnak a hatásához már hozzászoknak az ízlelő bimbóink, akkor lehet egy picit jobban szálazgatni, figyelgetni, hogy milyen ízekre leszünk figyelmesek. Persze nem muszáj mindenképpen mindent papírra vetni vagy kielemezni. Egyszerűen a pezsgő az egy olyan ital, amit élvezni kell. Az élet élvezete. Valahol erre tanít bennünket nyilván a pezsgő. Túl sokat beszélek, és túl keveset fogyasztok belőle, úgyhogy most egy kis szünet. A pezsgő jó. És ez a Hungária pezsgő, ez kifejezetten jó. Egyébként azt írják, és ez nagyon tetszik, egy cseppnyi összekacsintás. Szóval azért a Hungáriának a marketingesei is azért ott vannak a szerep, mert tudják, hogy az emberek valahol így az embereket az érzelmeik vezérlik, és hát úgy fogalmaznak, hogy egy picit próbáljanak érzéseket átadni. Egy cseppnyi összekacsintás, és hát ők azt írják, hogy egymásra talál a könnyed tavasz és a dögös szénsavasság. Dögös szénsavasság, ez is jó, szinte ilyen zenei kifejezés. Azt mondja, átható ribizlis, málnás íze és mély rózsaszín színe. Hát mélynek nem nevezném a rózsaszín színt, de a ribizli meg a málna az passzol. Szóval ezek a huncutul arra kérlelnek, hogy táncold át velük az egész éjszakát.
azért én nem csak éjszakára javaslom, és nem csak éjszakára tudom elképzelni ezt az italt, hanem nappal is, napközben is lehet fogyasztani egészen nyugodtan. Ugye szoktuk mondani, a pezsgő az az ital, amit tulajdonképpen bármikor lehet inni. Perfetto, ahogy a francia mondaná, ha tudna olaszul, de ugye, mint tudjuk, a franciák azok nem nagyon szeretnek más nyelven beszélni. Palancsa Laci vagyok, borvlogger, ez pedig a dugóhúzó. Ma egy pezsgős dugót sikerült kihúznom, és természetesen hétről hétre mindig más tartalmak jönnek itt a dugóhúzóban. Olykor-olykor tesztelések, mint ahogy most is, máskor meg más. Hogyha nyitott vagy a boros tartalmakra, akkor iratkozz fel a csatornára, és kapcsold be az értesítéseket is. Várom az észrevételeket, hozzászólásokat, építő kritikát, témajavaslatokat, bármit, ami eszetekbe jut. Nagyon-nagyon örülök neki, tisztelettel köszönöm. Találkozunk egy hét múlva is, akkor is ugyanebben az időben, ugyanitt. Addig is minden jót, váljék egészségünkre, sziasztok!